A hideg padlón vagy éppen kint a szabadban ébredni nem szokatlan az újszülötteknek Szíriában, de sajnos egyre gyakoribb jelenség az ország északnyugati részén is. Ez a baba Idlibben született, egy kis területen, ahol 3,1 millió ember él összezsúfolódva, többségük nyomorban. Younes az általa alapított otthonba vitte a csecsemőt, és a Khaled nevet adta neki. Itt olyan gyerekek laknak, akiknek nincs otthonuk, családjuk, vagy nem is tudják, kik a szüleik. Azoknak a gyerekeknek az ügye különösen érzékeny, akiknek ismeretlenek a szülei vagy újszülöttek, és ez mindenkinek kiváltja a szimpátiáját, érdeklődését, törődését. Ezekben az ügyekben mindenki együttműködik, főleg, hogy ez egy szokatlan jelenség Szíria északi részén, mondta az otthon alapítója. Egy konzervatív társadalomban elfogadhatatlan a házasságon kívüli kapcsolat, de a romló gazdasági körülmények miatt is hagynak el gyermekeket, véli a másfél éves megnyitása óta 161 gyermeket befogadó otthon vezetője. Younes és 20 fős csapata igyekszik annyi ellátást nyújtani a gyerekeknek, amennyit a szűkös költségvetés lehetővé tesz. Fedelet, ételt, pszichológiai és oktatási támogatást adnak, amíg nem találnak megfelelő nevelő családot a gyerekeknek. Az otthonunk népszerűségének hála sok család jelentkezik és regisztrálják magukat. Végzünk egy kezdeti felmérést, hogy tudjuk, alkalmasak-e az örökbefogadásra. Aztán szűrjük a neveket és kiválasztjuk a legmegfelelőbbet. Később minden családot értékelünk, és mindig azt választjuk ki, amelyik az adott gyerekhez, az ő ellátásához igazán megfelelő, mondta az intézményvezető. 10 évnyi háború után a humanitárius segítségnyújtás nincs olyan szinten, mint előtte. Nagyon sok embernek Szíriában egyedül kell szembenéznie a tragikus valósággal.